37 ország, csak nem 300 versenyzője gyűlt össze az U23-as Cselgáncs Európa-bajnokságon Győrben. A korosztály átmenetnek számít a junior és a felnőtt mezőny között, és éppen azért hozta létre az Európai Judo Szövetség, hogy megkönnyítse az átlépést a felnőttek közé. Azért hozták létre ezt az U23-as Európa-bajnokságot, mert nagyon nagy a különbség. Ugye van a ifi, a junior, és utána már elvileg rögtön a felnőtt jönne, de egy junior korosztályból beilleszkedni a felnőtt élmezőnybe az nagyon nehéz. Ezért hozták létre ezt az U23-ast, hogy legyen egy ilyen átmenet, hogy itt még meglegyen az a fajta sikerélmény, hogy utána be tudjanak lépni a felnőtt mezőnybe. Az első napon mindjárt magyar döntőnek örülhetett a győri közönség. Az 52 kg-os mezőnyben Pupréka jutott be a fináléba. Felnőtt Grand Prix győztes izraeli ellenfel azonban a ráadásban egy vazarival jobbnak bizonyult. Tudtam, hogy ezt a fejnátot fogja indítani. Számítottam is rá, és kicsit úgy érzem, hogy reagáltam is rá, csak ez a karom le volt zárva, ezért pont le tudott tenni a bal oldalamra, és nem tudtam leforogni róla, úgyhogy még teljesen nem gondoltam át, hogy mi lehet volna máshogy, vagy mit kellett volna máshogy. Összességében elmondható, hogy a hölgyek voltak eredményesebbek a tornán. Kárpáti Emese mellett a korábban a felnőttek mezőnyében is érmes Gercsák Szabina is begyűjtötte egy bronzérmet, akinek nem csak azért volt különleges az éremszerzés, mert utolsó korosztályos kontinens tornáján indult. Egészen múlt egy hónapon múlt, amikor keményen edzettem, sajnos nem aranyérem lett a vége, de azt kell mondom, hogy egy EB bronzérem sem rossz. Ez a nap egyébként különleges számomra, mert 10 évvel ezelőtt ezen a napon hújt el az édesapám, úgyhogy igazából őért is harcoltam, de ez egy bronzra volt elég ma. Ez a mérkőzés is a ráadásban dőlt el egy akcióponttal, Szabina edzője szerint azonban lehetett volna könnyebb is a siker. Szabina nagyon sokféle technikát tud és alkalmaz is a versenyek közben, és nem mindig hallja meg azt, amit az edző ugye bekiabál, meg egy picit próbálnak fent egyénieskedni is, de én jobban látom kintről, hogy mire van szükség. Ha végig betartotta volna azt a fogást, mert ugye azon múlik az egész dobásnak az előkészítése, ha végig betartotta volna azt a fogást, amit én kértem tőle, akkor talán hamarabb sikerült volna lerendezni ezt a svájci lányt. A magyar küldöttség tehát egy ezüst és két bronzéremmel zárta a győri EB-t, ugyanakkor a Judo Szövetség elnöke elmondta, a célok között szerepelt az is, hogy azok az U23-as korosztálynál fiatalabb versenyzők, akik később a sport hazai legjobbjai lehetnek, tapasztalatot szerezzenek az erős mezőnyben. Láttam olyan nagyon tehetséges magyar fiatalokat, akiknél látjuk azt, hogy egy ilyen fajta teljesítmény, hogyha ezt tudjuk tovább segíteni, akkor ők is odaérhetnek ahhoz, hogy legközelebb érmesek legyenek, akár nyerjenek egy 23-as Európa-bajnokságot, és ez megerősített bennünket abba, hogy nagyon-nagyon dolgozni kell, a nemzetközi élvonal nagyon erős, de ott vagyunk és oda tudunk érni. A következő U23-as Európa-bajnokságot 2019-ben Oroszországban rendezik.